A szolgáltatások területén a textilipari szegmensben a munkaruhák, a szőnyegek és a törlőkendők fontos szerepet töltenek be az élelmiszeriparban és a horeca szektorban. A munkaruháknál a színkódolásnak van jelentősége a gyáregységekben. Attól függően, hogy melyik gyáregységben dolgozik az illető, távolról lehet látni, hogy jó helyen van-e a gyárban, vagy nincs jó helyen. Fontos, hogy zseb nélküli modellek készüljenek az élelmiszeripar számára, illetve nagyon fontos a szolgáltatás része, hogy higiénikus legyen a munkaruha, amikor azt a dolgozó fölveszi reggel a munkában. A láthatósági munkaruhát vagy kabátot raktári és kültéri munkavégzésnél használják. Kezdődik egy alapos felméréssel, igényfelméréssel, gyár, üzemlátogatás, munkakörülményeknek a felmérésével. Innen kezdődik a folyamat, majd meghatározzuk, hogy valóban mennyi munkaruhára van szükség egy dolgozónak, hányszor vesz föl tisztát egy nap, egy héten, és ettől függően határozzuk meg a volumeneket. Kollekció is közösen kerül kialakításra, tehát nem csak színben, hanem nyilván fazonban, illetve egyéb extrák kialakításában van lehetőség, hogy egyedi igényeket is kiszolgáljunk. Időtálló, kényelmes, tartós és minőségi követelményeknek megfelelő munkaruhákat terveznek. A fenntarthatósági szempontokat is figyelembe veszik. Cégünk most már hosszú évek óta használ újrahasznosított alapanyagokat, mind a munkaró, mind a szőnyegek tekintetében. Már jelenleg van olyan szőnyegünk a kínálatban, ami 100%-ban PET palackok újrahasznosításával készül, illetve nyilván a fontos, hogy a termékek életciklusának a végén ezek ne a szemétdombra kerüljenek, hanem újrahasznosításra kerüljenek. Ezen dolgozunk 2025-ig, az a cél, hogy teljes textil hulladék mennyiség valamilyen úton módon újrahasznosításra kerüljön. A cégünk felkért egy független auditáló szervezetet, az EcoVadis. Ez egy nemzetközi szervezet, hogy auditáljon minket a fenntarthatóság szempontjából, és az idei évben aranyminősítést értünk el. És a végső célunk a teljes körkörös üzleti modell megvalósítása. Szőnyegre szoktuk mondani, hogy mindenhol szükség van, ahol van egy ajtó, vagy a külső részén, vagy a belső részén. Népszerűek az álláskönnyítő gumiszőnyegek. Ha bárki ide rááll egy hosszú séta, mai séta után, érezni fogja, hogy milyen jó eső érzésre állni arra a gumiszőnyegre. Mit érez a lábam, hogy pihent? Egy pihentető érzés biztosít, egy folyamatos mikromozgás biztosít a lábnak, illetve a gerincnek, és ezáltal egy ilyen megkönnyebbülés nem a kemény beton padlón áll az ember, vagy egy kemény burkolaton áll az ember, hanem egy puha felületen. És ezért mindenhova szoktuk javasolni, ahol álló munka, egy pult mögött legyen az egy konyhai munka, legyen ez egy szállodának a recepciója. Szőnyegeink nem csak standard kivitelben, hanem teljesen egyedi dizájnban is elkészülhetnek, egyedi méretekben. Ezek hordozhatnak információt akár a vendégek számára, akár a dolgozók számára. Egy különleges egyedi dizájnú szőnyeg különleges atmoszférát biztosít a helynek, akár vásárlásra ösztönöz, vagy megnyugtatja az embert, aki belép egy adott helyszínre. Tehát nagyon azt szoktam mondani, hogy csak a fantázia szab határt, hogy mire használjuk a szőnyegeket. Színben, dizájnban egyedi szőnyegek kialakítására is van lehetőség.